Hangkép. Ez a címe annak a képzőművészeti pályázatnak, melyet Makóváros önkormányzati képviselőtestülete és a Városház Galéria hirdetett meg 7-18 éves, Makón vagy a kistérségben élő általános és középiskolás diákoknak. 2011-ben az Egyetemes Zeneművészet magyar alkotójának, Liszt Ferenc születésének 200. évfordulóját ünnepeljük. A képzőművészet és a zene kölcsönös szimbiózisban él. Testvérmúzsák, közös forrásuk az emberiség kultúrája, amely végtelen léptékű térben és időben. Ahogy a zenész hanggal, ritmussal, úgy a képzőművész vonallal, színnel, formával alkot, fejezi ki érzelmeit, gondolatait. A pályázat most lehetőséget teremt, hogy a pályázók a képzőművészet nyelvén mutassák be a zene világát, a zenészt, a helyi zenei hagyományokat, sajátosságokat, a zenei műfajokat, emlékezetes koncerteket, zenei eseményeket. A pályázatra a kiíró kizárólag csak sík jellegű alkotásokat, tempera vagy akvarel festményt, grafikát, zsírkrét rajzot vár. A pályán munkákat keretezni, kasírozni nem kell. Egy pályázó legfeljebb 2 alkotást adhat be, maximum 50x70 cm-es méretben, csoportos munkával is lehet indulni. A pályázatra beküldendő munkák beérkezésének határideje 2011. december 12-e, hétfő reggel 8 óra. A pályázati anyagot szakmai zsűri értékeli majd, az ő döntésük alapján történik a díjak odaítélése és a kiállításra kerülő anyag kiválasztása. A közönség a munkákkal december 22-én 14 órakor találkozhat majd az ünnepélyes kiállítás megnyitón a Városház Galériában.